Csak egy kis áramszünet, de nagyon idegesítő tud lenni. Este van, nem megy a tévé. Leállt a hűtő, a fagyasztó, a hőközpont. A számítógép sem működik. Gyertyafénynél igazából még olvasni sem lehet. Régebb eleink igaz, olvastak gyertyafénynél, kézimunkáztak, éltek. De a ma embere, ha elveszik az áramot, egyet tehet. Gyertyát gyújt és várja, hogy felgyújjon a villany. Pedig csupán csak úgy 120 évvel ezelőtt kezdte kiszorítani a villanyvilágítás a korábbi mécsest, gyertyát vagy gázlámpát. A mi tájainkon is. Temesvárt például már 1884-ben Európában elsőként áttértek az utcai villanyvilágításra. És ekkoriban épültek az első villanyáramfejlesztők a többi nagyobb városban is. Szebenben, Nagyváradon, Kolozsvárt. Körülbelül ugyanakkor, amikor Európa vagy az Egyesült Államok többi városában is. Akkoriban a műszaki újdonságok bevezetése terén nem volt időbeli eltolódás Nyugat-Európa és Erdély között. A 19. század második felének kutatói, mérnökei dolgozták ki az elektromos áram termelésének, szállításának és felhasználásának módozatait. Voltak köztük franciák, németek, amerikaiak, oroszok, svédek és magyarok egyaránt. A tudomány közkincs volt. 1866-ban Werner von Siemens szabadalmaztatta a dinamót, 1878-ban Edison a villanykörtét. 1880-ban a svéd Laval nagy fordulatszámú gőzturbinát szerkesztett. 1882-ben ugyancsak Edison New Yorkban felépítette első áramszolgáltatóját, amelyre akkor 85 előfizető csatlakozott. 1895-ben megépült a Niagara vízerőmű. Ugyanabban az évben Nagyszeben mellett a Cód folyón ugyancsak vízerőmű épült. Ezt ma a Szádu egy néven ismerik, és még ma is működik. Helyben vagyunk. Nagy tervek, korszakalkotó megvalósítása persze soha nem lesznek meg maguktól. Ember kell erre, aki felismeri a jövő kihívásait. Egy kicsit látnok, egy kicsit megszállott, de mindenek előtt vezetésre termett. Szebenben volt ilyen ember. Karl Wolf. Segesváron egy segesvári orvosnak született fia, aki Heidelbergen és Bécsben tanult jogot, azután pedig Marburgban doktorált, de inkább az a Karl Wolf érdekes számunkra, aki azután itt Erdélybe hazajöve, felismerve a helyzetet a kiegyezés után, ugyanis az erdélyi szászok a kiegyezés után elveszítették az autonómiájukat, és az autonómiájuk elvesztésével nem találták a helyüket se. A hátramaradt mezőgazdaság, a fejletlen ipar már nem engedte meg sehogyan sem, hogy talpon maradjon ez a nemzet, hogyha nem modernizálódik. És Karl Wolf volt az az ember, aki felismerte nem csak a modernizáció szükségét, de a kezébe is vette a dolgokat. Karl Wolf németországi tanulmányai végeztével Szebenbe az erdélyi szászok akkori központjába tért vissza. Újságíró lett, majd további közéleti szereplést vállalva a luteránus egyház főgondnoka, a jól menő szebeni Sparkasse, azaz a Szász Takarékbank igazgatója, utóbb parlamenti képviselő is. 1891-ben Majna Frankfurtban egy ipari kiállításon ismerkedett meg Oscar von Millerrel, az akkor már nemzetközi hírű német villamosmérnökkel. És fellelkesedve az akkor újszerű elektromosságban látott lehetőségektől, meghívta Miller mérnököt Erdélybe, Nagyszebenbe, egyelőre körülnézni. Végül is Miller lett a Szeben mellett megépülő első vízerőmű tervezője és építője, házigazdája pedig az újságíró és bankár Karl Wolf, az elképzelés fő támogatója és pénzelője.
Karl Wolfnak a modernizációs elképzeléseiből a legnagyobb megvalósítások egyike előtt állunk itt a Czódy vízerőműnél, az egyes számú vízerőműnél, amelynek gondolata akkor született meg benne, amikor 1891-ben a frankfurti nemzetközi vásáron egy olyan bemutató kísérleten vett részt, amelyen Oscar von Miller a váltóáram előállításának és szállításának, nagy távolságra való szállításának módját demonstrálta. Ez annyira meggyőzte Karl Wolfot, hogy Oscar von Millert megkérte arra, hogy tervezzen ide egy erőművet, sőt a kivitelezés is Oscar von Millerre bízta. Így épült fel 1895-96-ban ez az erőmű, amely a Czód vizének energiát hasznosítja. Fentebbi zsilipektől hozták ide a vizet, majd egy lejtővel ráeresztették a turbinákra. Nagy érdeme ennek a tervezésnek és kivitelezésnek, illetve a kivitelezés módjának, amelyre a Ganz műveket Budapestről kérték meg, hogy ezeket az elektromossági felszereléseket elvégezzék, hogy 1901 óta gyakorlatilag lényeges javítások vagy alkatrészcserék nélkül ez a mai napig működőképes legyen és működjön, és szükség esetén ezeket ma is rákapcsolják az ország elektromos hálózatára. A Czód egy vízerőmű, ismertem nevén a Szádu, a mai Románia legelső vízerőműve volt, és hosszú ideig a legjelentősebb is. Sőt, azt is elmondanám, hogy itt azok a turbinák, amelyeket 1901-ben beszereltek az első két turbina helyére, amelyek még függőleges tengelyek voltak, és váltották ezzel a vízszintes tengelyű gazdaságosabb turbinákkal. Az a két turbina a legrégebbi, ma is működő Ganz gyártmányú turbina, most már a világon. A temesváriak voltak még majdnem ugyanilyen koriak, de azokat már leszerelték. Magyarországon a ma működő Ganz turbinák közül a legrégebb is 1923-ból való. Ez gyakorlatilag egy működő ipartörténeti múzeum. A Czódmenti vízerőmű nem csak Szebent és a közeli Nagy Disznódot látta el elektromos árammal, hanem állandó munka lehetőséget biztosított a vidék lakóinak is. Olyan is akad, akinek apja, sőt nagyapja is itt dolgozott, s akinek az erőmű alapítását idéző emléktáblának nem csak ipartörténeti, hanem már-már családtörténeti jelentősége is van. 1895-1896 a fost perioada în care s-a construit această hidrocentrală. Un an de zile a durat construcția ei. Foarte repede. Foarte repede. Planul hidrocentral a fost făcut de inginerul Oscar von Miller din Germania, cel care de fapt a pus la punct tehnologia de transport la distanță în curent alternativ. Iar hidrocentrala Sadu 1 a fost prima hidrocentrală din România care a aplicat această tehnologie. Era ceva nou și în lume atunci. Categoric, categoric era. Dacă urmărim un pic firul istoriei, Oscar von Miller a brevetat această tehnologie, să zic așa, a pus-o la puncte în 1891, iar hidrocentrala Sadu 1, 4 ani. Și nu e chiar așa ușor să construiești o centrală, începând de la planuri, neavând o serie de date vis-a-vis de debite și așa mai departe, nu intru în multe amănunte. Deci, relativ, am fost printre primii din Europa și chiar și din lume. Americanii au construit-o în același an cu noi pe Niagara, cu câteva luni înaintea noastră numai. Fantastic. Fantastic, da? Să revin acum la hidrocentrala Sadu 1. Ea a fost mixtă la vremea respectivă, deci nu a fost numai o hidrocentrală propriu-zisă, numai cu grupuri hidro. A avut și parte termo. Deci a avut două grupuri hidro și două grupuri termo. Explicația, o dau eu, fiind prima, fiind nemai având alte hidrocentrale de la care să ceară ajutor și ce înseamnă să cere ajutor, dacă ți se strica un utilaj, dacă n-aveai apă, trebuia să suplinești cu ceva această energie care ți se cerea pe piață. Da? Și atunci soluția a fost să punem și parte termo care asigura o rezervă de energie. Totdeauna un grup termo era
în stare de funcționare, pregătit să intre cât de repede în funcție posibil, în cazul că se strica un hidroagregat, un utilaj sau ceva, o defecțiune sau efectiv nu exista debit suficient ca să satisface cererea de energie. Termo pe cărbune, pe gaz? Termo, o problemă, a fost pe lemne. Deci s-a ardea lemnul tăiat din aceste păduri, din împrejurim de aici, bineînțeles, să aduce aici în zona centralei, să, mă rog, crăpa, punea la uscaș și așa mai departe, o serie de activități ăștia pregătitoare, nu chiar direct, și bineînțeles, când era nevoie, ei aveau o rezervă și de lemne, tot timpul își țineau un cazan, să zic așa, la capacitate să poată intra în funcțiune. A Czórmenti vízerőmű építetői számára fontos volt tehát az energiaszolgáltatás folytonossága és zökkenőmentessége, hisz az olcsó energiát elsősorban a szebeni és nagydisznódi száz kisiparosok, például gyapjúszövők gépeinek meghajtására szánták. Hogy könnyebben felvehessék a versenyt a terjedőben levő gyáripar termékeivel. Centrala n-a fost construită numai pentru un iluminat public, așa cum s-a întâmplat la Timișoara sau la București, pentru iluminarea unui palat. Deci a fost concepută să alimenteze atât industria, cât și casnicul și exact cum se comportă acum un sistem energetic modern de al nostru. A vízierőmű gépterme egy évszázad alatt nem sokat változott. Deci, grupul numărul 1, turbina și generatorul, este cel mai vechi hidroagregat aflat în stare de funcționare în SADU 1, an de fabricație 1901, este funcționabil și acum, da? Grupul numărul 3, o iau în ordine anilor, an de fabricație 1905, da? Funcționabil, și grupul numărul 2, an de fabricație 1925. Turbinele sunt de tip Francis, generatorii sunt generatori sincron. Aceste turbine sunt de construcție Gans Budapesta. În primul rând, apa care ajunge la această turbină este adusă de la baraj. Da? Barajul se află undeva la munte, la 2,5 km distanță. Apa ajunge la un castel de echilibru și cu o conductă forțată aici la turbină, da? Și se creează o cădere de 30 de metri. După ce apa trece prin aparatul director și ajunge la rotorul turbinei, începe să se învârte, da? Și practic energia de poziție a apei este transformată în energie cinetică de rotație la rotorul turbinei, axul turbinei fiind pe același ax cu al generatorului, preia puterea mecanică de la turbina și o aduce la generator. Acum, aici, printr-un fenomen care în electricitate, în fizică, poartă numele de inducție electromagnetică, are loc, practic, producerea curentului electric, a energiei electrice. Această tensiune care se induce aici va fi colectată jos la izolatori. Ea nu este în funcțiune. Aha. Intențional am învârtit un pic așa ca să pară că funcționează, dar nu este în funcțiune. O să facem și o, dacă sunteți de acord, o probă să vedeți, o pornire, să vedeți cam cum se face chestiile astea, da? Nem csak a gépek régiek, eredetiek, hanem még a csarnok padlójának csempézete is. Pedig hát amikor ezt megépítették, az emberiség még nem találta volt fel a vasbetonnak nevezett, és azóta ugyancsak elterjedt építőanyagot. És hogy a Gans turbinák, az áramfejlesztő generátorok és a valóban muzeális korú kapcsolótáblák és vezérlők azóta is kifogástalanul működnek, az nem csak az építők alapos munkáját dicséri, hanem a nemzedékek óta itt dolgozó energetikus dinasztiák tagjainak is meglehet a maguk szerepe. Azoknak a munkásoknak, akik nem csak szolgálati feladatnak, hanem szívügyüknek is tekintik, hogy az erőmű ma is tökéletesen megfeleljen az igénybevételnek.
A gépterem fölötti emeleti termekben a Csódvölgyi elektromos energiatermelés évszázados történetét bemutató kiállítást rendeztek be. Ez a múzeum rendkívül jól illusztrálja úgy a csódi erőműnek az építés történetét, mint a hozzá kapcsolódó elektromos hálózat kiépítésének a történetét, valamint a felhasználás történetét. Itt vannak azok a személyiségeknek a portréi, rövid életrajzai, akik nagyban hozzájárultak ennek az erőműnek a felépítésébe. Nyilvánvalóan, hogy elsősorban Karl Wolf és Oskar von Millernek az arcképe és önéletrajza, és az első igazgatói Parthenia Kozma is itt szerepel. De ő is üzletember volt. Ő is üzletember volt, sőt nem az egyetlen, akivel kollaborált Karl Wolf, hanem több magyar neveket is találom, szász neveket is, román neveket is. Tehát ő teljesen kerülte azt, hogy csak egy nemzet szemszegéből gondolom. Természetesen az ő nemzetét akartak felemelni, de nem azzal, hogy kizárja többit. Itt látjuk a Csódi 1-es vízerőműnek a gépházát, annak a metszetét, az első két turbina, illetve a függőleges tengelyi később beütelő turbinának a helyével és vázával. Ezt az elsőt indították be éppen előtt. Igen, igen, ezek voltak bemutatva lent is, hogy hogyan működnek. Itt láthatjuk fel Oskar von Millert az építkezések közben. Nézzünk át talán a túlsó oldalra is. Itt láthatjuk azt a fényképet, amely nagyon is kihangsúlyozza, hogy milyen nagy fontosságú volt még a nagy Románia idejében is annak az erőműnek, ami itt a Csódon épült, a Csód 1 és Csód 2. Hisz ezen a térképen láthatjuk a Bukarest környéki elektromos hálózatot, amely még teljesen független, nincs egy egységes hálózatba kötve. A Szeben környékivel, a Kolozsvár környékivel, vagy a Temesvár és Resica környékivel. Ezek voltak akkor még csak a hosszabb távú magas feszültségű vezetékek, amelyekkel a városokat ellátták. Négy különálló hálózat. Négy különálló hálózat gyakorlatilag, és ez csak később az 50-es évek végén lett összekapcsolva. Egymással. Egymással. Igen, igen, erről van szó. Az erőmű bevált. Nem csak Szeben városának közvilágítását oldották meg az itt termelt villanyáram révén, hanem lehetővé vált a környékbeli kis- és nagyiparosok számára gőz erőgépeik lecserélése a sokkal korszerűbb, tisztább és hatékonyabb villanymotorokra. Az elektromos energia szükséglet nőttön nőtt, olyannyira, hogy szükségesé vált egy második vízi erőmű felépítése. Ugyanitt, a völgyön feljebb. De ez már völgyzáró betongáttal és gyűjtőtóval együtt épült. A völgyet elzáró betongát a maga 17 méteres magasságával a legelső ilyen építmény a mai Románia területén. Igaz, azóta sokkal magasabbak is épültek, de mégiscsak ez a legelső és ma is ellátja feladatát. Az első erőmű, amint láttuk, az csak valamivel több mint 900 lóerős hajtómotorra működött. Ez már jóval 2000 feletti volt, tehát így már kellő mennyiségű elektromos árammal tudta ellátni az akkori városi igényeket
Nagyszeben és környékén. Ugyancsak a Carl Wolf kezdeményezte? Ezt nyilvánvalóan Carl Wolf. Hát Carl Wolf, amit mondtam, abban az időben egy nagyon kemény kulcsfigurája volt a modernizációnak itt az erdélyi százság körében, és ő volt az, aki ennek a bővítésnek is a szükségességét felismerte. Ugyanazt a mérnököt hívta meg, Müller, aki továbbépítette a szádú, vagyis a Czódy erőművek sorozatát. Mikor épült fel ez a második erőmű? Ez 1905-ben épült, 1906-ban indult a tulajdonképpen. Hát több mint 100 éves akkor ez. Több mint 100 éves. Lassacskán 110 éves. És mi működik azt? És még működik. A CÓD 2 erőmű áramfejlesztői, a turbinák és generátorok valamivel újabbak ugyan, mint a korábban látott gépek, azonban közel egy évszázados korukkal ezek is a világon bárhol, bármelyik ipartörténeti gyűjtemény becses darabjai lehetnének. Itt még termelnek is elektromos áramot. Az áramfejlesztő bekapcsolásakor a szabványos 50 Hz-es frekvenciát ma is kézi vezérléssel állítja be egy-egy technikus, mint tette azt mondjuk a nagyapja vagy dédapja is valamikor réges-rég. Az iparban, főleg az energetikai iparban az ilyesmi ritkaság, megőrzendő érték, ami, ha napjainkig fennmaradt, immár kár és vétek lenne megszüntetni. Az erdélyi ipartörténet, jelesen az elektromos energiatermelés, máig látható emlékeinek nyomozását folytatjuk. Legközelebb Kolozsvár egykori áramellátását biztosító hidegszamosvölgyi vízi erőművet keressük fel. Mára mi még látható belőle.